70-es évek második felében vagyunk, akkor már a holokausztról egy egész kevéssel többet lehetett beszélni, mint korábban. Ugye korábban az volt az általános és hivatalos, nem az általános, hanem a hivatalos álláspont, hogy mindenféle szörnyűség történt a második világháború idején, a haladó embereket üldözték, és ezek közül sokat elpusztítottak, mindenekelőtt a kommunistákat, az ellenállókat, a baloldaliakat, és hogy a zsidókra ez mindaz, ami történt, valahogy külön is vonatkozott volna, erről nem igen esett szó. Könczöl Csaba, az irodalomkritikus, aki időközben meghalt, kitalálta, hogy a Fiatal Művészek Klubjában, ami egy ilyen gyülekezési pont volt abban az időben, az a romkocsmák elődje és sovány nagypapája, a Fiatal Művészek Klubjában csináljunk egy 4 részből álló vitasorozatot kényes témákról. Az első lett a terv szerint a cigányok, a cigányügy Magyarországon, a második az úgynevezett zsidó kérdés, a harmadik a nemzeti kisebbségek, magyar kisebbségek a szomszéd országokban, és a negyedik pedig általában a nemzet, mint probléma. Óriási botrány lett belőle, és ki a 2 hét múlva sor került volna erre a második vitára a zsidókról, már előtte kaptam egy telefont, hogy ez be van tiltva. A téma tabu volt önmaga miatt is, hát és ami tabu volt, az nem nagyon jelenhetett meg a hivatalos nyilvánosságban, tehát ez arra volt ítéltetve, hogy szamizdatba írjuk le, amit erről a témáról gondolunk. Ezért került aztán a szamizdatba, ugye, ami illegális publikációt jelent, ma már nem biztos, hogy tudják. Kezdtük el, és az elkövetkezendő 1-2 évben 117 családtörténeti interjút csináltunk, hosszú interjúkat. Ez volt az első nagy kutatás, ami ebben a kérdésben történt. Az interjú projektnek a kapcsán találkoztunk tulajdonképpen a valóságban azzal, hogy hogyan létezik ez a kérdés ma, vagy nem ma, hanem akkor Magyarországon. A háború utáni zsidóságra az volt jellemző, hogy nagyon nagy része szekularizált volt a vallástól már régen. Elszakadt, nem is voltak elevenek a vallási hagyományok ezekben a családokban. A zsidóság nagyon sokszor csak a holokausztot és az üldöztetést jelentette. Úgyhogy azok a fiatalabb emberek, akik 90 után ennél valamilyen tartalmasabb zsidóságot akartak, azoknak erősen keresni kellett, hogy hogyan is definiálják ezt a tartalmasabb, nem stigmatizált zsidóságon. Pontosan ez a generáció, akiről itt beszéltem, ez úgy tért vissza a zsidósághoz, a hagyományhoz, hogy a nagy többségük nem tért vissza a szorosan vett hagyományhoz és a szigorú vallásossághoz, de fölelevenítette a kulturális tradíció bizonyos elemeit, nem járnak hetenként a zsinagógába, de mondjuk elmennek egy évben 2-szer. Volt, aki egyszer azt mondta, hogy ez a svéd asztal típusú zsidóság, tehát hogy ottan a hagyomány kirakva a svéd asztalon, és akkor a tányira járnak körbe, és ki ezt vesz le belőle, ki ezt vesz, ki azt vesz le belőle, de mégis megreggeliznek. Ez a típusú zsidó identitás, ez egy ilyen kissé ad hoc, szimbolikus, a hagyomány elemeinek szimbolikus használatából épülő és nagyon erősen szituációhoz kötött identitás. Ez jellemző ennek az úgynevezett
új zsidó generációnak a nagy többségére. A holokauszt Magyarországon nagyon szelektív volt, a szinte a teljes vidéki zsidóságot meggyilkolták, akik túlélték, azoknak a nagy része is vagy fölköltözött Budapestre, vagy elhagyta az országot. Ez egyébként azt jelentette, hogy a zsidóság hagyományőrzőbb része tűnt el. A budapesti zsidók azok mindig szekulárisabbak voltak, integráltabbak voltak, társadalmilag magasabb státusúak voltak. Ezt amiről beszélünk, ez majdnem teljességében egy budapesti jelenség. 90 után volt kommunista országok szinte mindegyikére hirtelen felfedezte, hogy a zsidóság az egy fontos és értékes dolog, de hát miután az emberek legnagyobb többsége soha az életében nem látott zsidót, elképzelték, hogy milyen az az igazi zsidó, és akkor az igazi zsidó az ugye a nagyszakálú, nagykalapos, kaftánba járó, a zsinagógában ülő öreg zsidó bácsi. És ez lett az autentikus zsidó. A társadalom nem nagyon sokat tud kezdeni azzal, hogy vannak olyanok, akik valamilyen formában zsidónak tartják magukat, de nem ilyenek. És nem is vallásosak, de nem is cionisták, hanem azt mondják, hogy magyarok. Akkor mi az, hogy zsidó? És ez egy jogos kérdés, hogy akkor mi az, hogy zsidó, és bizony az ennek a generációnak egy komoly feladata, hogy abban a helyzetben, amikor ő úgy gondolja, hogy most ő zsidóként jeleníti meg magát, akkor pontosan meg kell, hogy fogalmazza, hogy miért is ebben a helyzetben, és amit megjelenítek, az miért zsidó.